Március 27-től újra színészek, rendezők és írók szállják meg a Békés Csabai Jókai Színház próbatermeit. A 19. Magyar Drámaíró Verseny inspirációs alapját ezúttal a Heti Válasz cikkei biztosítják. Őszintén szólva, mi mióta csináljuk ezt a lapot, és ennek több mint 10 éve, mindig azért dolgoztunk, hogy nehogy a címeinkből valami dráma szülessék. És most mégis boldogan mentünk bele ebbe a kalandba, de remélhetőleg ez nem akadályozza meg a kiváló szerzőket abban, hogy kiváló drámákat írjanak. A Jókai Színház igazgatója ismertette az idei verseny újdonságait. A meghívott szerzőink Posgai Zsolt, Székely Csaba és Vörös István lesz, és a következő sorban látják a legnagyobb újdonságunkat. Itt ül mellettem Lenkefi Zoltán, a Békés Csabai Jókai Színház testvérintézményének, a Napsugár Bábszínháznak az igazgatója, akik idén arra vállalkoztak, hogy kibővítik ezt a drámaíró versenyt, és nem csak a színészeknek, hanem a Bábszínháznak is fognak iratni 3 művet. Tehát párhuzamosan folyik egy drámaíró és egy bábszínházi drámaíró verseny. Látják a 3 bábszínházi drámaíró nevét: Fekete Ádám, Orbán János, Dénes és Szálinger Balázs. Az íróknak továbbra is egy éjszaka alatt kell drámáikat megírni. Az idei drámaíró versenyen születő műveket szokás szerint a színházban működő Bárka irodalmi folyóirat adja majd közre. A sajtótájékoztató alatt Vörös István, Posgai Zsolt és Fekete Ádám egy-egy a helyszínen rögtönzött irodalmi karcolattal örvendeztették meg a közönséget. Ölej, érzem a kavat lábadat. Köszönöm. Boldog vagyok, boldog, boldog. Kintről szirén a hangot. A 19. drámaíró verseny versenyműveit március 29-én szombaton este, majd a Napsugár Bábszínház bemutatóit vasárnap délután láthatják az érdeklődők Békés Csabán.